Kérdésekre válaszol, tévhiteket oszlat el, és közben minden információt ismertet a megyebeli lakossággal az a karaván, melyet abból a célból indít útjára a Hargita megyei önkormányzat, hogy a lakosság teljes képet kapjon a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséről. Adták hírül tegnap a projekt kivitelezői a Csíkszeredai megyeháza előtt tartott sajtóértekezleten. Amint arról már többször is beszámoltunk, a Hargita megyei önkormányzat 2013. októberében egy olyan a megyebeli hulladékgazdálkodási folyamatot új alapokra fektető projekt finanszírozási szerződését írta alá, mely az eddig alkalmazott rendszert átírva korszerűvé és fenntarthatóvá tenni azt az Európai Uniós követelményeknek megfelelően. Mint az említett sajtótájékoztatón is elhangzott, a projekt tulajdonképpen az egész hulladékgazdálkodási folyamatot újraépíti, kezdve az összegyűjtéstől a lerakásig, és nem mellékesen jóval költséghatékonyabb módon, mint a jelenlegi. A tájékoztató karaván célja éppen az, hogy mindenről a lehető legszélesebb körben, részletekbe menően tájékoztassuk a lakosságot, mondta Borbóy Csaba megyeelnök. Ennek a 45 millió eurós projektnek egyik nagyon fontos komponense az, hogy tájékoztassuk a lakosságot, hogy mi zajlik, mi történik, hogy attól nem kell félni, hogy az pont az emberi egészség érdekében történik, hisz hallhattuk az előbb, hogy a vizeink 10 méter mélyen már veszélyesen szennyezettek. Ha nem akarjuk azt, hogy ihatatlanná váljanak a vizeink, ha nem akarjuk azt, hogy a szemét ellepje Hargita megyét, Székelyföldet, akkor ezt a projektet meg kell valósítani. De ez a projektnek a megvalósítása folyamán vannak nehézségek, kényelmetlenségek, ugye minden építkezés, minden fejlesztés, minden beruházás jelent valamilyen szintű nehézséget az ott élők számára, és ezt az időt szeretnénk lerövidíteni, ezt a feszültséget szeretnénk felenyhíteni. A kérdésekre adjunk választ, mert sok olyan kérdést hallunk, amire egy tájékoztató kampány folyamán nagyon könnyedén lehet válaszokat adni. Barti Tihamér, a megyei önkormányzat alelnöke szerint a hulladékgazdálkodási projekt legfontosabb célja az, hogy a lakosság a lehető legelőnyösebb áron tudja a szolgáltatást igénybe venni. Mindezt egy olyan beruházás következtében, amely egyáltalán nem terheli az ő zsebüket. Össze kell hasonlítani egy másik projekttel, ami igaz, hogy sokkal kisebb, mint a mostani, és pedig a székelyudvarhelyi hulladék lerakónak a bezárása. Itt ugyan 8-at zárunk be, ott egy zárodott be, de ott is például a lakók havonta kellett 5 lejt fizessenek több éven keresztül ahhoz, hogy az ők pénzükből be lehessen zárni az ottani lerakót. Itt ez a projekt kapcsán bezárunk 8 hulladéklerakót, megépítünk egy újat, és ezen kívül felszereléssel, autókkal látjuk el ezt a hulladékgazdálkodási rendszert, tehát egy óriási projekt, és a haszna az, hogy ezt az átlag fizetésnyi összeget, amit kellene fizessen minden család ahhoz, hogy ez a projekt megvalósuljon saját pénzből, ezt megspóroljuk, és uniós pénzekből valósítsuk meg. András Előd, a karaván koordinátora arról beszélt, hogy hogyan is fog kinézni egy-egy ilyen tájékoztató, ami ehhez hasonlót egyébként 66 településen szeretnének megejteni az illetékesek. Amint összegyűlt egy kellő számú tömeg, akinek értelemszerűen bemutathatjuk ezt a projektet, a felvilágosító kampányt, akkor a hátam mögött található autón ott van egy televízió, abban egy PowerPointos bemutató is fog menni, hogy egy picit interaktívabbá tegyük ezt a bemutatót, és egy rövid 20 perces, fél órás tájékoztatót fogunk tartani, melyben általános értelemben is bemutatjuk a projektet, majd külön kitérünk a komposztálásra, szelektív hulladékgyűjtésre. A kampányt egy vetélkedővel teszik érdekesebbé. Minden településen 200 darab tájékoztató csomagot osztanak ki, ebben lesz egy adag szemetes zsák is. A szervezők arra kérik a lakosokat, hogy szelektíven gyűjtsék egy hétig a hulladékot ezekben a zsákokban. Ezeket majd elszállítják, megmérik, a legnagyobb mennyiséget gyűjtő 10 települést pedig a projekt végeztével díjazzák. A karaván útjáról a képernyőn látható elérhetőségeken lehet tájékozódni.